Alvásárlás a piacon. A karácsonyi szezon december elején indult. Ekkortól kezdik meg a tógazdaságok a halak értékesítését. A magyar családok 80%-a fogyaszt valamilyen halat az évvégi ünnepekkor. Az éves elfogyasztott halmennyiség felét ilyenkor eszik meg a magyarok. A tavalyi évhez képest az árak nem változtak jelentős mértékben. A szezon kedvence pedig minden bizonnyal idén is a ponty lesz. Ugyanakkor a többi fajból is széles kínálattal várják a vásárlókat a halkereskedők. Karácsony az időszak, amikor minden halas ki tudja szolgálni a partnereit, ilyenkor vannak az őszi lehalászatok, ebből mindig nagyobb mennyiségű tógazdasági hal kerül elő. Karácsonykor egyébként is mindig a ponty a fő cél a vevők számára. Az utóbbi időben erősödött meg az afrikai harcsa iránti kereslet a szálkamentessége miatt. A késztermékek iránt is hatalmas az érdeklődés évről évre az ünnepek előtt, de sokan a magasabb árkategóriában lévő ragadozó halakat is keresik a pultokban. Magyarország szerencsés helyzetben van, mivel ideális földrajzi elhelyezkedése révén biztosítani tudja a fogyasztók számára a kitűnő minőségű édesvízi halakat, melyek jobb minőséget biztosítanak, mint az import termékek. Magyarországon termelt, akár intenzív rendszerekben, akár tógazdaságokban termelt halakat választják a vevők, akkor mindenképpen egészségesebb húsforráshoz jutnak. Nem használunk a termelésben sehol antibiotikumokat, hozamfokozókat, vegyszereket. A legtermészetközelibb tartásnak lehet mondani azt, ahogy akár az Európai Unióban vagy Magyarországon előállított halak, és az abból utána ezek a húsok az asztalra kerülnek. Készüljük fel a tömegre. A halboltokban azt javasolják, mindenki időben próbálja beszerezni a karácsonyra szánt halat. Nem érdemes tehát az utolsó pillanatra hagyni a vásárlást, így elkerülhető a sorbanállás és nagyobb a választék is. Ugyanakkor párnapos, helyes tárolás semmiféle minőségvesztést nem okoz a halnál, mondják a szakemberek.